névadó, Eötvös Loránd. Eötvös Loránd 1848-ban született Budán, Eötvös József harmadik gyermekeként. Az író és politikus apa a piaristáknál tett érettségi után jogi pályára szánja. De a fiú csak 2 évig marad a jogi fakultáson. A szíve a természettudományok felé húzza. Aztán megmondta őszintén az édesapjának, hogy inkább a természettudományokat szeretné művelni. És akkor elment Tán Károly, híres vegyész professzor a laborjába, és kémia a laboratóriumban dolgozott, de úgy érezte, hogy ez sem az igazi, hanem inkább fizikával fog foglalkozni. Bár ő Eötvös Loránd, ezért a Heidelbergi Egyetemre megy tanulni, ahol professzora Kirchhoff és Bunsen. A doktori címe megszerzése után 1870-ben, amikor visszatér Magyarországra, a felületi feszültséggel és a kapillaritással foglalkozik először. A gravitációs jelenségeket csak 1880-tól kezdi vizsgálni, és nem sokkal ezután születik meg az első eötvös inga, 1890-ben. A szerkezet, ami a Föld minden országában ismertté teszi, és az Einstein-féle általános relativitás elmélet kísérleti alapköve. Annyit ír az önéletrajzában, vagy a megemlékezésében, hogy egy ősi varázsveszőt vettem elő, ez volt a Coulomb-féle torziós inga. Egy ősi varázsveszőt vettem elő, és íme ez a varázsvesző csodákat művelt. Hát ez az inga ismert volt már régi időkből is, csak ő erre az új tudomány ágra terjesztette ki. Egyszerű, mint Hamlet fuvolája, csak játszani kell tudni rajta. És miként abból a zenész gyönyörködtető változásokat tud kicsalni, ugye ebből a fizikus a maga nem kisebb gyönyörűségére kiolvashatja a nehézségek legfinomabb változásait. Így módon a földkéreg oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová szemünk nem hatolhat, és fúróink el nem érnek. Az inga alapjául egy platina vagy wolfram szálon középen felfüggesztett mérlegkar szolgál, amelynek 2 végére egyforma súlyú platina darabot helyeznek. Ezek vagy egyforma magasságban, vagy különböző magasságokban helyezkednek el, függően attól, hogy milyen irányú erőket akarnak vele mérni. Ez egy olyan finom torziós szál, csavarodásra alkalmas szál, 40 mikron, tehát sokkal vékonyabb, mint a női hajszál. És ez egész pici kis erők hatására el tud fordulni, elcsavarodik. Ha erre a gömbre, amit meséltem, hogy a rud egyik végén is van egy test, a másik végén is van egy test, erők hatnak, akkor ezek elcsavarják a torziós szálat, és a torziós ezen a kis vékony szálon volt egy tükör, amelyre fényt vetettek, és a tükör elfordul a szállal együtt, akkor a fénysugár, a visszavert fénysugár is elmozdul. Ezen alapult az egész. Így egészen kis gravitációs erőtér változásokat is ki tudnak mutatni, és így megmondani, hol vannak a kisebb sűrűségű anyagok, például a kőolaj, vagy a nagyobb sűrűségű anyagok, az ércek. De miért az ingájával a Balaton jegén is, ahol a vízfenék homokja alatt Kenesétől majdnem Tihanyig elhúzódott tömegfelhalmozódást fedezett fel? Eötvös megnézte, mi történik, ha különböző anyagú, de azonos tömegű súlyokat tesz fel az ingájára, amit kelet-nyugat irányban állított be. Az egyiket az egyik oldalra, a másikat a másik oldalra tette. Majd megcserélte őket. De nem fordult el az inga a kísérletek során. Így igazolta, hogy a tehetetlen és a súlyos tömeg megegyezik, és egyúttal beírta magát a történelembe is. S mit tegyen az, aki még ennél is többre kíváncsi Eötvös Lórándról? Jöjjenek el fizika szakos tanárnak, vagy fizikusnak, és az első évtől kezdve a 4.-5. év végéig részletesen megtanulják Eötvös munkásságát.